Az egyetemistáknak elévülhetetlen érdemei voltak a szabadság kivívásában 1956. októberében. Erről beszélt Antal Balázs a Nyíregyházi Egyetem ünnepi megemlékezésén kedd délelőtt. Az adjunktus beszédében kiemelte, a forradalom zászlóvivői harcos értelmiségi fiatalok voltak, ugyanakkor hozzátette azt is, a jelen ifjúságomban már nincs egészen tisztában azzal, hogyan alakult ki Magyarországon az a fajta szabadság, amelybe ők beleszülettek. Sokféle főüzenet van, az 1956-os forradalomban azt hiszem, hogy többféle üzenetet lehet találni, túl azon, hogy minden egyes résztvevője, minden egyes résztvevő elképzelése a szabadságra irányult. Ezen belül a szabadság sokféleségét lehet meglelni. Választási, társadalmi, gazdasági, politikai értelemben, mindenféleképpen. A megemlékezésen műsort adtak elő a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai a forradalom történetéről. Minnya Károly az intézmény rektorhelyettese úgy fogalmazott, az egyetem minden nemzeti ünnep alkalmával méltóan adózik a hősök tisztelete előtt. A múltunkra mindig emlékezni és emlékeztetni kell, és mondhatom, hogy egy nagyon színvonalas műsorral emlékeztünk meg. Antal Balázs kollégám a beszédében nem csak egy ünnepi beszédet mondott el, hanem tulajdonképpen egy műalkotással is megismertett bennünket, és nagyon örülök, hogy az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai adták a műsort, ha jól számolom, legalább 80-an is voltak. Nagyon invenciózus volt ez a műsor, nagyon hatásos és nagyon újszerű. Azt mondhatom, hogy a Nyíregyházi Egyetem szellemi központnak tekinthető a régióban, a megyében, és ehhez méltó volt ez a műsor. Nagyon fontos, hogy mind a beszédet, mind a műsort nagyon sok fiatal is végignézte, a már említett gyakorlóiskolai diákok, de ugyanakkor a mi hallgatóink is, és fontos, hogy egy pillanatra megálljunk, és egyszerűen csak elgondolkodjunk, vagy azonosuljunk az 56-os hősökkel. A forradalom és szabadságharccal kapcsolatban kedden és szerdán országszerte ünnepi megemlékezéseket tartanak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központi ünnepsége pedig ezúttal Nagydoboson lesz, szerdán délelőtt 9 órakor.